Ma este az alkoholista mintákról fogunk beszélni, vagy az alkoholista szindrómáról. Nos, a közösségünkben néhány hete elindult egy hatalmas áttörés az alkoholizmus ügyében. Persze tudtuk, hogy az alkohol veszélyes, meg ilyenek, mielőtt belemerülnék és elfelejteném megemlíteni, bár ez egy másik téma, ne feledjétek, az alkoholista szindróma és az általa kialakított személyiség minták nagyon szorosan kapcsolódnak a drogokhoz, és tulajdonképpen minden más függőséghez, amitől függővé válsz, bármi is az. Mindegyik nagyon hasonló. A legtöbbjük, a legtöbb függőségi démon az elutasításban gyökerezik. Így kezdenek hozzá. Ez az alkoholista minta dolog, átadok nektek valamit, amit nekem is átadtak. Egy fiatal ember személyes vallomására fogom elsősorban alapozni, aki ebben a közösségben van. Itt van ma este, és nem tudta, hogy erről lesz szó, de mindent le tud ellenőrizni, mert vele történt meg, és olyan valóságosan benne van, amit én akartam mondani, hogy eldobtam az összes jegyzetet, amit készítettem, amikor ez a kezembe került. Már napok óta nálam volt, de nem volt alkalmam elolvasni. Ma délután olvastam, és azt gondoltam, uram, megvan a prédikáció. A srác már megírta a prédikációmat. Hát nem kényelmes? Jó, kiképeztem a csapatot. Ez egy óriási dolog. Azt akarom, hogy jól figyeljetek, remélem, jól fogtok figyelni, remélem mindent át tudok adni, borzasztóan sok információ van ide sűrítve. A példabeszédekben, azt hiszem a 20. rész első versben, az a vers, amit már nagyon jól ismertek, még anélkül is, hogy odalapoznátok, tudjátok, hogy azt mondja, a bor csúfolódó, az erős ital dühös, és aki ezzel megtéveszti magát, nem bölcs. Az elmúlt napokban volt egy mozzanat, hogy néhány keresztény visszaesett, és elkezdtek bort inni, és azt mondták, nem lesznek rabjai. Számukra az rendben van, hogy így áll egy kevés bort a gyomrodért. Korsó számra isszák. Sajnálom, de én továbbra sem iszom. Még mindig úgy gondolom, hogy ez Isten akarata. Nem fogsz találni a Szentírásban semmi szépet, amit mondana az erjesztett alkoholról a Biblia, sehol. És Dennisnek volt nemrég egy elég kimerítő üzenete az egyik foglalkozáson, melynek címe Alkoholizmus, betegség vagy démon. És ha minden részletre kíváncsi vagy a bor szó bibliai használatáról, stb., akkor utána nézhetsz, nem fogok ezzel a témával foglalkozni, azt viszont szeretném megosztani, amit ez a fiatal ember mondott. Nagyban támaszkodom az ő bizonyságára és másokéra, akik a közösségben arról tanúskodtak, hogy átörést értek el ezen a téren. Ez a fiatal ember körülbelül 9 évvel ezelőtt tért meg, betelt Szent Szellemmel, és azonnal bekerült a szabadító szolgálatba. Ez egy jó módja a kezdésnek, nem? Előtte benne volt a rockzenében, az ivásban, mindenben, ment lefelé a lejtő, nem hagyott ki semmi rosszat, szerintem. Az élete olyan volt, mint mindenki másé, egy roncs volt, kész katasztrófa, amikor az Úrhoz jött, de ti nem. Némelyik kötök kapott inkeményítőt és vasalás, csak épp sose volt kimosva. Egyházban nőttetek föl, és nem mentetek bele csúnya dolgokba, csak a szép csúnya dolgokba. De ugyanúgy a pokó felé mentetek, mint akik a csatornába estek, és egy kicsit ott mászkáltak. Szóval lehetsz fenti külsős, vagy lenti külsős, de akkor is külsős vagy. Amíg Jézus meg nem mosdat, és éppé nem tesz ámen. Ez a fiatal ember történetesen azok közé tartozott, akik lecsúsztak a lejtőn, és az ördög sokféleképpen becsapta. Így kezdődött. De megtért, és tényleg nem volt különösebb gondja, hogy leszokjon az alkohol fogyasztásról, ivott, de minden gond nélkül abba hagyta, és nagyon örült a szabadságnak, amit az Úr adott neki az élet különböző területein. Elmondta, hogy sajnos meg kellett tanulnia, hogy az alkohol nem csak az italozás, hogy az alkohol és az alkoholizmus sokkal többről szól, mint az ivásról. És az ivásról való leszokás nem egyenlő azzal, hogy abba hagyjuk. A harcot akkor kezded csak el, amikor abba hagyod az ivást. A démonoknak nincs szüksége arra, hogy igyál. Ők hozzák létre az alkoholista mintákat a személyiségedben.
És vannak más beszámolók is olyan emberekről, akik egyáltalán nem ittak, vagy soha nem váltak függővé, talán csak egy-kétszer ittak társaságban, de ők maguk soha nem lettek alkoholfüggők, és mégis alkoholista személyiségük lett, és nem értették, miért vannak ezek a nehézségek, amikor ők mindenre odafigyeltek, csak hogy alkoholista szüleik, nagyszüleik vagy őseik voltak. És az ősapák bűnei révén ez a dolog átjött, és alkoholista személyiséget hozott létre az emberekben, akikben ott voltak a száraz részegek, a másnaposok és egyebek. Kész őrület. De ez a fiatalember tényleg ebben volt, pedig nem ivott. Teljesen felhagyott az ivással. A démonokat ez nem különösebben érdekelte, ők még mindig mélyen behálózták őt. Végül eljöttek ide, erre a helyre, és sok imát kapott a szellemek miatt, tudta, hogy ott van benne alkohol, jó sok alkohol. Tehát imáért jött, kérte, hogy imádkozzanak, és megkapták, hogy iszákos szellemek, alkoholszellemek, függőség, sóvárgás, dű és egy csomó ilyesmi, mert a bor gúnyolódó, tehát a borívás gúnyolódást hoz. Az erős ital dühöng, ahogy haladunk, a borívás gúnyolódáshoz vezet, ami erős italhoz vezet, ami dühöz vezet. Ez nem egy mintázatnak hangzik, és aki ezzel megtéveszti magát, ez a megtévesztés nem bölcs, ez az ostobaság. Ez a rövid összegzése az alkoholista személyiségnek. Ha borivó vagy, akkor megkaptad a gúnyolódást, majd erős italokkal fogsz zorbézzolni, ami dűvel tölt majd el téged, és akkor megtévedsz, és ostobaságokat fogsz csinálni. Ez az alapvető minta. És ez ismétlődik újra és újra, a vége felé sok igét megadok ezekről a dolgokról, de most arra koncentrálnék, hogy mi történt ezzel a bizonyos fiatalemberrel. Azt gondolta, miután sok területen szabadulást kapott ezzel kapcsolatban, démonokat hívtak elő, azok megnyilvánultak, és látszólag megszabadult ezektől a dolgoktól, és mégis, pedig még az ima után is böjtölt, az Úrral járt, és az összes ilyesmit megtette, úgy tűnt, nem tudta megragadni ezeknek a problémáknak a gyökerét, még mindig igen komoly gondjai voltak, és persze a felesége volt ennek az élvezője, mivel a feleség mindig részes a férj problémáiban. A felesége megkérdezte az urat, mi a csodáért van ez a baj? Miért nem tud a férjem megszabadulni, ami azt illeti, próbálunk Bibliát tanulmányozni, próbálunk imádkozni, szabadító gyülekezetbe megyünk, részt veszünk, nyitottak vagyunk a szabadításra, van hitünk, miért van még mindig annyi szörnyű problémánk, amelyek szétszakítanak minket? És az Úr szólt hozzá, és jobb, ha nem kérdezed az Urat, ha nem akarod, hogy válaszoljon. Az Úr megszólalt, és azt mondta, alkoholista minták. Milyen furcsa válasz. Nos, nagyjából ekkor került a birtokunkba egy könyv, a címe Józanítsuk ki őket. Nos, a könyvben van néhány nem túl jó dolog, tanulj meg úgy halat enni, hogy nem fulladsz meg a szálkáktól. De ebben a könyvben van egy vázlat az alkoholista problémáiról és az alkoholista családéiról. És ez a könyv kinyitotta az ablakokat, hogy rásüssön a napfény egy csomó problémára, amelyekkel küzdködtek, és ez volt az egyik dolog, ami segített nekik belevágni. Meggyőzte ezt a fiatalembert, hogy még mindig alkoholista volt, még úgy is, hogy nem ivott. Még mindig produkálta a részeges és iszákos ember összes mintáit, az alkoholistáit. Bár akkor már nem ivott, rájött, hogy úgy gondolkodik, mint egy alkoholista, úgy vezet autót, mint egy alkoholista, úgy kezeli a pénzt, mint egy alkoholista, úgy bánik a feleségével és a gyermekeivel, mint egy alkoholista, még ivási szokásai is voltak, csak épp teára és üdítőre váltott. Vagy másra. Milyen furcsa. És ezzel együtt voltak eszméletvesztései is, olyan pillanatok, amiket elfelejtett, és azt se tudta, mi történt. Öntudat nélkül volt, miközben ébren volt, és ahogy magához tért, nem tudta, mi történt, mi zajlott közben. Feledékenységgel és zavaros gondolkodással küszködött, nehéz volt neki tisztán gondolkodni.
A legnagyobb probléma, vagy minta, amin át kellett lendülnie, a legnagyobb, amivel meg kellett birkóznia, és eljutott oda, hogy beismerje, a tagadás volt. Az egyik legnagyobb baj az, hogy akiknek ez a problémájuk, azt mondják, nekem igazából nincs is problémám. És borzasztó nehéz nekik kimondani, hogy lebuktam, és tagadják. És persze, amint bevallotta, hogy alkoholista, ez volt az áttörés kezdete, miután beismerte, és abba hagyta a tagadást, lebuktam. És Istennek hála egy szabadító gyülekezetben volt, ahol ez nem gond, nem egy ilyen merev, kemény hely, ahol nem mered beismerni, hogy baj van, mert elrontod a közösséget. Mi nem szeretjük, ha az ilyen dolgok zavarják az Isten tiszteletet. Hát amúgy sincs mit tisztelniük. Folytatja a problémáit, amik voltak neki, azt hiszem, ha ez most arcul vág, ha inged, vedd magadra, és készülj holnap estére. Mert holnap este többek között ezeket a szellemeket is kiűzzük. Az alkoholista, ő azt mondja, soha nem ismeri be, hogy problémája van, kivéve, ha már nagyon fáj neki. Akkor beismeri, hogy baj van. Nem fog szembenézni a valósággal, sem a felelősséggel és a félelemmel. A félelem fogja el minden alkalommal, amikor problémával szembesül. Ha ez ismerőse hangzik, figyelj, ne csináld így. Mindenki tudni fogja, hogy te vagy az. Mármint csak tész tovább bambán. Tényleg így van? Tényleg? Akkor senki nem fogja tudni, hogy rajta kaptak. Holnap estig. Úgy értem, láttam, hogy néhányan úgy néztek, hogy hú, tudjátok. Úgy néztek ki, mint akire rálőttek és elvétették. A következő lövésnél talán eltalállak. Jó van. Folytatja és beszél az alkoholról, hogy felfedezték, egy csapat démon dolgozott együtt, a lassú pusztítás volt a céljuk. Nem siettek sehova. Az volt a cél, hogy minél több szenvedést és kínt okozzanak, és elhúzzák, hogy az emberek minél többet szenvedjenek. Az alkoholista és egész családja elpusztítása a cél. A feleség és a gyerekek is a cél keresztjében vannak ezeknek a gonosz dolgoknak. Azt is mondja, hogy a tipikus alkoholista érzelmileg éretlen, elutasítva érzi magát, szégyenkezik, tele van szégyennel, önző, és sok olyan tulajdonsága van, mint egy gyereknek. Úgy viselkedik, mint egy kisfiú. Mindig azt mondták neki, miért nem nősz már fel? Mert olyan bután és gyerekesen viselkedik. Na egyébként testvérnők, ne nézzetek már ilyen önelégülten, fiúk helyett lányokra is, igaz, ugyanúgy működik fordítva is. De most egy fiatal emberrel és az ő sajátos problémájával foglalkozunk. Te értitek, ez egy kétirányú utca, mindkét oldalán laknak emberek. Ezek a gondok ráveszik az alkoholistát, hogy egy olyan feleséget keressen, aki képes megmenteni őt a gondjaitól. No, ezt figyeljétek! Tudod, azt mondják, a házasságok a mennyben köttetnek, szerintem sokszor démonoktól köttetnek. Az embereket bemanőverezik a helyzetekbe a démonok. Most azt mondod, de jó, örülök, hogy ezt mondtad. Öcsém, most hazamegyek és megszabadulok az enyémtől. Hála Istennek! Nem, ez nem fog menni. Ha a démonok összemanővereztek titeket, akkor ez most már Isten akarata, szorgoskodjatok azokkal az eszközökkel, amiket megtanultatok, hogy változást hozzunk, és helyrehozzuk, és legyőzzük az ördögöt, és nagyobb lesz Isten dicsősége, mint valaha, mert ami katasztrófának volt számva, az győzelemmé fog válni Jézus Krisztus számára. Rendben. Olyan feleséget akar, aki megmenti őt, és szeretne valakit, akire támaszkodhat, amikor bajban van. Ezzel sok problémát okoz,
Minden asszony, aki jó feleség és szereti a férjét, tuti hajlandó megpróbálni megmenteni a férjét, és engedi, hogy rátámaszkodjon, ha problémái vannak. De mi történik egy alkoholista életében, ha a feleség akar ő rátámaszkodni, hogy a férj mentse ki, dühös lesz? Nem tetszik neki, nem szereti a felelősséget. Fél, megijed tőle. És feldühíti, mert nem szeret félni. Anya, fia kapcsolatot akar. Mami, segíts, mami, tekerd be, fáj az ujjam. És amíg ez így megy, addig elégedett. Nos, az alkoholos minták még a babiloni esetre is visszanyúlhatnak. Ez az anya-fiú kapcsolat, amiről Richard korábban beszélt, ez a fiatalember is ezt vette észre. Ahab és Jezabel. Ahab azt akarta. Oh, mi a baj, édesem? Nábot, nem adja nekem a szőlőjét. Á, édesem, gyere, egyél egy kicsit. Nem, nem kérek semmi. Nem vagyok éhes. Azt hiszem, soha többé nem eszem. Én azt a szőlőt akartam, ő meg nem adta. Addig toporzékolt és futotta a köröket, míg nem Jezabel azt mondta, édesem, ne aggódj emiatt, majd én megoldom. És megoldotta. Azt mondta, add ide a gyűrűt, drágám, hogy lepecsételjem a végzést, és lepecsételte egy istenfélő ember halálos ítéletét, mert Ahab a feleségére támaszkodott. Apropó, Jezabel nem tud működni, ha csak nincs egy Ahab, akin keresztül működhet. Hello! Ez majd megenyhít, srácok, ha Jezabelnek hívnátok az asszonyt, mert ő erre azt mondhatja, hello, Ahab! Hogy vagy? Rendben. Minden esetre az alkoholista nem bírja a felelősséggel járó nyomást, ezért vagy elmenekül, vagy duzzog, vagy csendben kezeli, vagy dörőhamot kap. És mindezt azért teszi, hogy a saját útját járja, és hogy az asszony újra anyuci helyzetbe kerüljön, hogy megmentesse pici fiamat, és rá tud támaszkodni az asszonyra, a mamára. Ne aggódj, anyu majd rendbe hozza, minden rendbe lesz, drágám, és újra biztonságban érezheti magát. Na, nem nagy itt a baj? De ha őszinte vagy, ha megnézed magadat vagy másokat, akiknél ez a minta, látni fogod, hogy ez nagyon igaz. Ez a fiatalember nem kert el, ő úgy mondja el, ahogy volt. Mert Hegvicsről azt fogod megtudni, testvérnő, hogy mi nem rejtjük a dolgokat a szőnyeg alá. Hadd szóljon! Még egy esetről beszél, dürohamot kapott, mert a feleségének szüksége volt valamire, szüksége volt a férjére, megpróbált egy kicsit őrá támaszkodni, aki ettől csak dürohamot kapott, és az öklével átütötte az ablakot. Megvágott 7 inat, talán azt mondta. Ez a pusztítás, nem? Látjátok, azért kezdett dühöngeni, mert halálra rémült, hogy kudarcot vallhat férjként vagy apaként, és ezt nem tudná elviselni, ezért, hogy elfedje a dolgot, dühöngést kapott. Most más szellemek is vannak itt. Rávilágít ezekre öntálat, nőgyűlölet, gyermekgyűlölet, féltékenység, ami a példabeszédek 6.36 szerint a férfi haragja. Ez a féltékenység. És mindig jelen van. Mindig a felszínre tör, amikor a figyelem elkerül az alkoholistáról, és valaki másra koncentrálnak. Ők a nagy én és kis te démonok. Belép féltékenység is, hogy a figyelem ő rá irányuljon. Vagy rá, testvérnő, emlékeztetlek. Az alkoholisták sokszor szavaikkal bántalmazzák a családot, egészen addig, míg érzelmileg tönkre nem teszik őket, ami végül fizikailag is hatással van rájuk. És sok alkoholista házastársa fizikailag is megbetegszik a rájuk zúduló áradat miatt. És
az alkoholista dühét valakin le kell vezetni, ezért a hozzá legközelebb álló szemére zúdul, a szóbeli bántalmazás ajtót nyit a bántalmazottnál az őrültségnek, az őrültség, bűntudat, értéktelenség, alacsony önbecsülés, szégyen, öngyűlölet, hibáztatás és félelem szellemeinek, melyek el akarják pusztítani az önképét annak, akit megtámadnak. Ismerősen cseng? Rendben. Bizonytalanságba fog vinni, mély bizonytalanságba, és tényleg megbetegítheti az embert, vagy megőrjítheti. Nem csoda, hogy ennyi őrült van. Valaki mesélte, hogy az alkalom előtt épp egy könyvet nézegetett, azt hiszem, azt mondta, az iskolás korú gyerekek 70%-a iszik, és 10%-uk alkoholista. Ezt tanulmányozva, remélem eljutunk oda, ezt tanulmányozva megmutatjuk, hogy ezek a dolgok az ősapák bűnein keresztül terjednek, és az alkoholista személyiség mintái elkezdtek kialakulni, mielőtt még egy poharat is kiültenél, mert az ősapák bűnei öröklődnek. Hála Istennek, hogy segített megértenünk az ősapák bűneit, ami öröklődik. Emlékeztek, ez volt a kulcs sokak felszabadításához, hogy levegyük róluk az átkokat, szajhasságokat, gonoszságokat, amelyek az ősapák bűnei miatt érik az embereket. A fiatal ember megemlíti, hogy apjánál ugyanolyan alkoholista minták voltak, mint nála. Észrevetted már, hogy úgy beszélsz, mint apád, úgy viselkedsz, mint apád, és újabb dolgokra lelsz, amiket nem szerettél apádban? Mikor gyerek voltál, ezt soha nem fogom megtenni, és mégis ezeket csinálod. Megvan az oka, szellemek vannak odabent. És az apjánál is ugyanezek a minták voltak. Ez a fiatalember sok bántást kapott, az apja kritikáit és szóbeli bántalmazását. Tudod, mit szól ez? Mély elutasítást. És ez táplálja az összes függőség szellemet, és magával húzza az összes többi dolgot, ami bejön. Rámutat, még mik vannak az alkoholistáknál a kivetítés és a kontroll szellemei. És ezek átmennek a leszármazottakba is. Azt mondta, a szellemek és a kivetítés átöröklése előkészített engem az első ital megivására. Egy másik szellem, amit a munkások találtak, amikor ezzel a fiatal emberrel foglalkoztak, az alkoholista falak nevű. Az alkoholista falakkal vette körül szívét, és kemény és kegyetlen volt a családjával szemben, és nagyon megnehezítette számára a szeretet kimutatását, különösen a saját fia felé, akivel egyébként mélyen együtt akart lenni és imádkozott, hogy fiaként szeretesse, és mégsem volt képes szeretetet mutatni a fiának. Nagyon nehéz volt neki. A Hóseás 4.11 azt írja, hogy paráznaság, bor és must elveszi a szívet. Ez elég egyértelmű, nem? Nos, a szívet és a lélek minden területét széttörheti az alkohol. Töredezett lélek. Már megint itt tartunk. Hála Istennek, a lélek helyreállítható. Hála Istennek, hogy megmutatta nekünk, hogy a lélek helyreállítható és helyre is akarja állítani. Emlékezzetek a Zsoltárok 23.3-ra, ő állítja helyre az én lelkemet. Mi van a Zsoltárok 7.2-ben? Nehogy széttépje lelkemet, mint az oroszlán, mely szétszagadja, amikor nem volt szabadító. De utána helyreállítja lelkemet ígéretként. Megtanultuk, hogy a lélek helyreállítható. A lélek, az elme, az akarat és az érzelmek. Vedd észre, hogy már akkor is van károsodás, amikor a gyermek megfogan. A szív szó, ami itt Hóseásnál van, azt jelenti megtört, kemény, merev, rideg, kétszívű,
és magában foglalja az akaratot és az értelmet is. És azt mondja, kemény, kettős elméjűvé teszi. Dicséri az Urat, mert ezek a falak leomlanak a saját életében, és a családja helyreállt. Az is egy alkoholista minta, hogy sose hagyja a feleségét, hogy örömmel legyen bármiben, például a főzésben, varrásban, gyermekáldásban, vagy keze bármely munkájában. Sok nő azért fáradozik, hogy létrehozzon valamit a keze munkájával, hogy a férjének örömet szerezzen. Az alkoholistában ott a kényszer, hogy leoltsa a nőt, leminősítse, gúnyolja, csúfolja és elutasítsa. Ezekkel azt mondja neki, hogy szeretete és tette értéktelenek, és ennek szellemei érzékeny feleségét tehetik, és tudjátok, minden feleség érzékeny, ámen, férfiak, a szellemek, amelyek bejöhetnek, elutasítás, depresszió, kimerültség, bűntudat, ráncos tekintet, túlsúly, félelem, önutálat, harag, magány, betegség, mentális zavar, szégyen, reménytelenség és öngyilkosság nem mindig jönnek, de ezek közül néhány igen is beléphet, attól függően, hogy mennyire súlyos a sérülés. Most a férfi inkább tagadással, keménységgel, büszkeséggel, vagy arroganciával fog reagálni, amikor rájön, mit tesz. Vagy arrogánsabb, büszkébb, kegyetlenebb és keményebb lesz, amikor rájön, mit tesz a feleségével, vagy bűntudata lesz. A másik irányba fog menni, és bűntudat fogja gyötörni, tele lesz szégyennel, önmagát gyűlölni fogja, tele lesz önsajnálata, öngyilkos lesz. Vagy persze elszalad, és iszik még egyet. Mert tudod, az alkoholisták azért isznak, hogy abba folytsák a gondjaikat, hogy aztán rájöjjenek, hogy a gondok kiválóan úsznak. Ismét rámutat arra, amire mi is rájöttünk, hogy nem kell inni ahhoz, hogy alkoholista személyiséged legyen. Elég, ha a vérvonalatban van valaki, aki alkoholista volt. Azt mondod, ó, lássuk csak, anya nem ivott, apa nem ivott, papa nem ivott. Ne feledjétek, az ősapák bűnei az anyákat is jelenti, mert az apa felelős az anya bűneiért is. Erre néhányan a férjek közül megrándultatok, hát ezt mondja. Amikor Isten eljött az Édenkertbe, nem azt mondta, hol vagy Éva? Azt mondta, Ádám, most rögtön jelentést kérek. Ádámnak kellett jelenteni arról, amit ő és Éva tettek, mert apa a felelős, tehát az ősapák bűneiben az anyái is benne vannak. Mehetünk vissza apához, nagypapához, déd, nagypapához. Azt mondod, hát nálunk nem volt semmi ilyesmi. Tudod, ez legalább 4 generációig nyúlik vissza. Ez 160 év. Tudod, mit csináltak akkor a vér rokonaid? Persze, hogy nem. Nos, ezek a minták öröklődnek, és elkezdenek mozogni és dolgozni, és alakítják az életet, még mielőtt az ivás elkezdődne a legtöbbször. A démonok eme fiatalember esetében, amikor megnyilvánultak, a démonok kijelentették, hogy részegségben fogantatott. Hűha! És hogy ez megnyitotta az ajtót egy egész sereg szellem előtt, és nagy törvényes teret adott az ellenségnek. Mit szóltok ehhez? És hány férfi rúg be, majd szalad levadászni a feleségét? És ki a kárvallott? A gyermek, aki részegségben fogant. Mielőtt olyan dolgokat tanulnánk, amiktől még jobban szorongunk, mint valaha, értsük meg Isten elveit és azt, hogy hogyan akarja, hogy éljünk rendben. Nem csoda, hogy ilyen katyfaszban vagyunk, mert ezeket a dolgokat nem tanították az egyházban sok-sok éve, talán sok évszázada.
Amikor a kötözéssel és oldozással előálltunk, a démonok azt mondták, Wörli, sok rossz dolgot tettél. Te egy szörnyű ember vagy, és szörnyű dolgokat tettél, mióta ebben a szolgálatban vagy. De a legrosszabb dolog, amit valaha is tettél, hogy elkezdted tanítani a kötözést és oldozást. Szóval ezt mindig beteszel minden összejövetelen, ahová elmegyek, a kötözés és oldozás tehát része ennek, mert ez az egyik dolog, ami megsemmisíti az ellenséget, és esélyt ad neked, hogy kimászhass a gödörből, amiben belekényszerített. Remélhetőleg így lesz e néhány információ által is, hála Istennek ezért a fiatalemberért, még több hála Istennek Jézusért, aki szabaddá tette őt. Mások is megtapasztalták a közösségünkben, és ez jellemző arra, ami másokkal is megtörtént. Azt mondta, hogy amikor fiatal volt, azért ivott, hogy elnyerje apja elismerését, azt akarta, hogy elfogadja, báványozta az apját. Emlékezzetek, az apjának volt ez az alkoholista mintája, az elutasítást taszította, a fiú az apja szeretetére vágyott, azt akarta, hogy az apja elfogadja, az apja ivott, szóval, hogy ezt elérje, csatlakozott apjához az ivásban. El is indította a pusztítást. Nem akarta, hogy elutasítást érezzen, az apja büszke volt, pimasz, hangos, mindentudó, mindent meg tudott csinálni. Azt mondta, most már tudja és érti, hogy mindezek az apjában csak harsány dolgok voltak, hogy elfedjék a kisebb rendűséget és a bizonytalanságot és az elutasítást a saját életében. Ez minden, ahogyan ő tudta kezelni, áldott legyen a szíve, nem tudta, mit kell tenni. Soha senki nem tanította őt. Felfogjátok, hány embert kötöznek meg ezek a dolgok? Megkérdezik tőlem, miért utazom át az egész országot? Rokkantan, hogy sokszor járni is alig tud. Miért repülök havonta több ezer mérföldet, hogy átadjam ezt az üzenetet? Azért, mert nem tudják, hogy az emberek meg vannak kötözve, és nem tudnak megszabadulni. Mi sem tudjuk az összes választ, csak néhányat, de az a néhány, amit tudunk, az egyszerűen szenzációs, érted? És kell legyen egy megtört szívű ember a megkötözöttekért. Valakinek törődnie kell. Van ez az ige, hogy Isten keresett egy ember, de nem talált senkit. Micsoda tragikus kommentár. Nem talált senkit, aki annyira törődött volna velük, hogy megfizesse az árát. De ez most változik, hála Istennek. Isten megérinti az embereket, férfiakat és nőket támaszt, és olyan szívet ad nekik, mint a megváltónak volt, aki felnézett és sírt, amikor látta a nép rabságát. Gondoljatok, az alkohol okozta megkötözöttségre, gyakorlatilag az ország minden családját érintette már. Pusztította. Ó, imádkozom. Uram, támasz több imaharcost, hadd essenek a résbe, és kezdjenek imádkozni, és kerüljenek ennek terhe alá, mielőtt túl késő lesz. Sajnálom, de nem tudok otthon maradni, és süket fülekkel hallgatni a sokaságot. Indonéziára gondolok. Az ottani milliókra. Annyira lelkesek. Soha életemben nem voltam még itthon olyan összejövetelen, ahol ekkora izgalom, öröm és tanulási vágy lett volna a szabadulás iránt, mint Indonéziában. Egy évvel ezelőtt azon tűnődtem, hogy Németországba kellene mennem. 12 találkozót szerveztek 3 városban, hogy menjek Hollandiába, és talán a Fülöp-szigetekre is. És az Úr szólt hozzám, amikor egy nap az irodában ültem, és azt mondta, mondd le minden tengeren túli találkozót, kivéve Indonéziát, nem mész sehova a tengeren túlra, kivéve Indonéziát. Imádkoztam, Uram, ez biztos? Azt mondta, igen. Így hát leültem, és leveleket írtam, nem tudtam miért.
De amikor újra visszamentem Indonéziába, megláttam, miért kellett. Indonézia készen állt. Nem tudom, hogy a többi helyen hogy van, de itt az idő. Itt az idő. Ha el tudod olvasni a leveleket. Kedves emberek beszélnek arról az örömről, ami betöltötte az életüket, mióta szabadulásuk eljött. Egy hölgy, Ina, örömmel meséli mindenkinek, hogy két fia is megtért, és benne vannak a szabadításban. Ez megtöri az igát, emberek. Megtöri a megkötözöttséget. Beindít minket. Még nem értünk célba, de beindított minket. Nehéz úgy olvasni, hogy könnyes a szemed. De valahol azt olvastam, hogy a könnyek kimossák a mocskot, szóval szerintem ez nem baj. Az alkoholista azt hiszi, hogy megvan neki a világ összes ideje. Mindig el tudja halasztani, ő egy nagy halogató, mert azt hiszi, hogy neki a világ összes ideje megvan. Az alkoholista mestere annak, hogy a családját belevigye a bűntudatba és bizonytalanság érzésébe. És most sietnünk kell, olyan sok van ebből. A feleségéről beszél, a feleség reakciójáról. A feleség sokszor úgy van előkészítve, hogy egy alkoholistához menjen, mert örökölte a megmentő szellemeket. Van benne egy mentési vágy, találkozik ezzel az emberrel, aki nagy szükségben van. És ezek a mentőszellemek előbújnak, és azt mondják, meg tudod menteni, tudsz nekik segíteni, fel tudod emelni. És bezárják őt egy házasságba, és ó, micsoda földi pokol lesz belőle. Mert nem így kell ezt csinálni. Ez van. Sok minden van, az alkoholista szellemek összefognak, harcolnak, hogy egyre nagyobb pusztítást végezzenek az otthonokban. Könnyebb, ha jobbról veszem fel a szemüveget. Öreg vagyok, de nem annyira öreg. A férfiban levő alkoholista szellemek összefognak a nőben levőkkel, és ez az irányításért folytatott harc mintáját hozza létre, és már zajlik is a háború. Úgy tűnik, szinte minden mintában a démonok irányítják az elmét, hogy az ember már nem tud tisztán gondolkodni, néha egyáltalán nem is gondolkodik. Azt mondta, hogy az ő esetében egyszerűen nem tudott semmire sem koncentrálni. Ettől a felesége elutasítottnak érzi magát. Úgy érzi, nem akar vele beszélni. Azt okozza, hogy mélyen megbántódik, szégyenkezik, és bűntudatot és értéktelenséget érez. És azt mondta, hogy mindig is kíváncsi volt, hogy miért olyan nehéz beszélni ezzel a nővel, akivel úgy döntöttem, hogy megosztom az életem. És aztán mondta, voltak időszakok, amikor az elméje üres volt, vagy részeg volt ivás nélkül is, most ezt hallgassátok meg, az elméje üres volt, mintha részeg lett volna, anélkül, hogy ivott volna valamit, és akkor egyáltalán nem tudatosult benne, hogy mit csinálnak a démonok, az őrületig irányítják és manipulálják a feleségét és a gyerekeit. Most, amikor kihozanodott, azt sem tudta, mi történt. Ez elég ijesztő, nem igaz? A bűntudat, félelem és bizonytalanság általi kontrollt folyamatosan arra használják, hogy a családot a kétségbeesés szélére üzzék. A vallásos szellemek persze jönnek, és tudod, ők akarnak templomba járni. Na, a vallásosok bizony. A cselekedetek, törvénykezés és más szellemek nem engedik, hogy tisztán meghallja az Úr hangját. Hamis engedelmesség rávenné, hogy megmondja a feleségének, minden megteszel, amit parancsolok, viselj el minden bántalmazást. De nehogy megkötözd a bennem levő szellemeket, amit pedig kellene tennie. Gyakran volt józan a felesége, próbálta óva inteni a férfit a nagyobb döntéseknél, amikor úgy érezte nagyon katasztrofálisak. De a vallásos szellemek azt mondják, te vagy a férfi a családban, mondd meg neki, hogy nem tudja, miről beszél.
neki alá kell rendelődnie. És azt mondta, nem vettem figyelembe, hogy bár a nőnek engedelmeskednie kell a férjének, mégis egy testként kötődnek egymáshoz, és egy csapatot alkotnak. És azt mondta, ha alkoholista mintában vagy, érdemes meghallgatnod a házastársad figyelmeztetéseit odafigyeléssel. Lehet, hogy ő bizonyos területeken tisztában látja a dolgokat, mint te. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell hajolni, le kell mondani a kapitányságról, csak talán odafigyeléssel mérlegelned kellene. Azt mondta, ugyanezek a szellemek mondják a feleségének, ne emlékeztet semmire. Ő a fej, előbb-utóbb úgyis eszébe jut. Ezt mondták a nő szellemei, és persze azután legtöbbször később sem jutott eszébe, mert az elméje úgy meg volt kötözve, és egy gyerek szintjén gondolkodott. Nem tudott éretten gondolkozni, és addig nem is volt képes, amíg a szabadítás meg nem szabadította. És az egyik minta, ami egy alkoholista feleségében kialakul, az a következő: állandóan résen van, hogy megvédje magát, egy pillanatig sem bízhat benne, a démonok érzelmi csapdába csalhatják. A férfi azt mondta, keményen dolgozott, hogy elnyerje felesége szeretetét és tiszteletét, megpróbálta kielégíteni az igényeit és szolgálni felé, majd, amint az asszony letette a védekezését, és azt mondta, ő milyen csodálatos, ő az, akit én akarok. A férj démonjai megnyilvánultak, és darabokra tépték az asszonyt. Látjátok, hogy ez mekkora káoszt okoz? Azt mondta, úgy éreztem, mint aki egyet lép előre, és hármat hátra. Azt mondta, úgy tűnt, sose lesz vége. Nos, az alkoholista kifejlesztette a férfi miatti spórolást a feleségben, aki bármilyen játékot megvesz, amit csak akar. Hello! Továbbá hordoz egy szegénység mentalitást, azt a hitet, hogy ő egy kudarc, és nem igazán érdemel semmi maradandó értéket, van benne egy vesztes szellem. Az alkoholizmus egy önközpontú rendszer, annyira erős, hogy önmagán kívül senkit sem tud sajnálni. De amikor a felesége megpróbál nemet mondani a bántalmazására, azt úgy látja, ott hagy engem, magamra hagy, amikor szükségem van rá. Erre még keményebben és bántalmazóban reagál. Azt mondta, mielőtt megismertem volna az alkoholista mintákat, két dologért imádkoztam újra és újra, folyamatosan. Uram, fel akarok nőni, és Isten érett emberévé akarok válni. A másik, Uram, nem akarom többé bántani az embereket. Segíts, hogy ne bántsam többé az embereket, tudom, hogy ezt csinálom, de úgy tűnik, nem tudom abba hagyni. Ezek voltak az imái. És azt mondta, mindig úgy éreztem, fájdalmat okozok az embereknek, és mindig minden az én hibám. Azt mondta, Istennek hála, tudom már, hol van az ellenség, és tudok változtatni ezeken a területeken. Az alkoholista minta az egész családra kihatással van. Az ilyen családban mindenki úgy kezd érezni, hogy gondoskodni kell róluk, és hogy senki sem tud gondoskodni a többiekről. Látjátok, milyen katyfasz csinál ez a családban? Túl sok a törzsfőnök, és kevés az indián. Szóbeli fenyegetések. Mindenki neheztel és dühös. Valaki rám csimpaszkodik, valaki rajtam függ. Folyamatos a szóbeli fenyegetés a házastárs és az alkoholista között. Nos, az alkoholista általában igen bájos egyéniség, sok csábító szellem működik. A legtöbb alkoholista tekintélygyűlölő és hajlamos maszekben utazni, ahelyett, hogy alávetnék magukat a tekintélynek és a fegyelemnek. Könnyen elvesztik a munkájuk iránti érdeklődést, a lustaság, lomhasság, trehányság szellemei azon dolgoznak, hogy az embert kirúgják és sok munkahelyét elveszítse. Ez arra kényszeríti a feleséget, hogy dolgozni menjen, különben a családnak segélyre kell mennie. Azt mondta, hogy az egyik munkahelyről pont ilyen okokból rúgták ki, a főnöke alkoholista volt, és így a minták a kerítés mindkét oldalán munkába álltak, és végül kirúgták. Az állás elvesztése sok fájdalommal járt neki, de hálát ad Istennek, mert most már érti, hogy mi történik, és tud tenni valamit ellene. Most hadd említsek gyorsan néhány igeszakaszt nektek. Nem fogjátok tudni mindet lejegyezni, talán a hivatkozásokat igen. Rengeteg olyan ige van, amely például a részegységre világít rá. A részegség lealacsonyít, ez az 1 Mózes 9.21-ben van. A példabeszédek 20.1 pedig a haragvóról beszél,
Példabeszédek 23-21. Szegénység. Ézsaiás 5-22-23. Homályos elme. A Róma 13-13-ban a kicsapongás van. A Máté 24-48-51-ben a rendetlenségről beszél. Az 1 Tesszalonika 5-6-7-ben az akadályozott éberség. A leépülésről a Máté 1-10-11 beszél, a Dániel 5-1-4-ig arról beszél, hogy züllést szül. A pusztulás az ivással és részegséggel van kapcsolatban az Ézsaiás 49-26-ban. Ézsaiás 19-14 a szédelgésről beszél. Ézsaiás 28-7 tévedés. Ézsaiás 29-9-11-ig szellemi vakság. 1 Királyok 20-16-21-ig vereség. Bánat az Ezékiel 23-33-ban. Vörös szemek az 1 Mózes 49-12-ben. Az alkohollal kapcsolatos bolondság példabeszédek 21. Csúfolódó példabeszédek 14-9. Ateista szellemek. Zsoltárok 14-1. Káromlás. Zsoltárok 74-18. Vitatkozó szellemek. Példabeszédek 18-6. Képmutató szellemek. Lukács 11-39. Tétlen szellemek. Prédikátor 4-5. Példabeszédek 12-16. Eszelős vagy őrültség szellemek. Lukács 12-16-21-ig anyagias szellemek, bűntevő szellemek a példabeszédek 10-23-ban, tomboló szellemek a példabeszédek 14-16-ban, saját szívére hallgató szellemek a példabeszédek 28-26-ban, önigazoló szellemek példabeszédek 12-15, maga bölcs Róma 1-21-22, rágalmazó a példabeszédek 10-18-ban, pazarló példabeszédek 21-20, tudásgyűlölő példabeszédek 1-22, gyalázat példabeszédek 3-35 és a Joel 1-7-11 is. Nos, végig jutunk rajta, szerintem megcsináljuk. Bor. A borról azt írja, károsítja az egészséget 1 Sámuel 25-36-37-ben. Erőszakot okoz, példabeszédek 4-17, dühöngést, példabeszédek 21. Megmar, mint a kígyó, példabeszédek 23-31-32. Megnehezíti az ítélőképességet, példabeszédek 31-4-5. Felszítja a szenvedélyeket, Ézsaiás 5-11, és a lazasságot, Hóseás 4-11-ben. Vannak más szellemek is, melyeket felfedeztek. Az egyik dolog, ami előjött az összes szabadulásban lévő embernél az alkohollal kapcsolatban, a cukor utáni sóvárgás és a vércukorhiány volt. Az édesség és a cukor iránti vágy, mert amikor alkoholt iszol, az azonnal átmegy a gyomorfalon, a véráramba, és szinte azonnal cukorra alakul. És a cukortól be vagy tépve? És így megvan a cukor utáni sóvárgás, ami társul a vércukor szegénységgel az italozóban. Most pedig a szabadulás során felfedezett egyéb szellemek és alkoholszellemek, arrogancia, legyengítő, lekezelés, menekülés, fantázia, cukor, függőség és a drogok és egyéb helyettesítő szerek a leszokás után. Kudarc, éretlenség, infantilis szociális viselkedés, felelőtlenség, önzés, emlékezetkiesés, feledékenység, hazudozás, csalás, bujkálás, depresszió, magányosság, robbanékonyság, szorongás, bűntudat, maximalizmus, gyomorideg, álmatlanság, migrén, idegösszeomlás, megtorlás, elszigetelődés, mindenféle félelem, szégyen, süket fülek, kényszeresség, robbanékonyság. Na, ezek a szellemek jöttek elő, amikről beszélek, ebből az alkoholista fészekből. Lobbanékonyság, kényszeresség, féltékenység, nőgyűlölet, szadizmus, kegyetlenség, érzelmi torzulás, hibáztatás, mámor, homályos elme és homályos beszéd, lassú gondolkodás, száraszörgés, erkölcstelenség, duzzogás, dükkitörések, és még sok más szellem is van, ami ide társul.
és ha rá akarsz keresni ezekre, hogy részegség, bór, józanság és mértékletesség a konkordanciádban, megtalálod, hogy Isten mit gondol az ivásról, és elindulsz az úton, hogy kiszállj belőle. Hát, még sok minden lenne. Van egy másik esetünk is, ahol az alkoholizmus volt a forrása egy hölgy rabságának itt a gyülekezetben, és ő nem is ivott. És a munkás megkapta, hogy alkoholizmus vagy részegség valami ilyesmit a megítélés ajándéka által, és a hölgy azt mondta, hát ez furcsa, én sose ittam, sose voltam ivó, fiatalon ittam néhány pohárral, de nem szerettem, és sose kaptam rá, sosem érdekelt. Azt mondta, de az apám alkoholista volt. A munkás azt mondta, ó, talán az ősapák bűnei, és amikor megtette, lehúzta a fedelet a patkányfészekről, ott volt, az apa bűnein keresztül jött be. Ennek a nőnek másnaposság szellemei voltak, az előző éjszaka utáni reggel szellemei voltak, a belesírokos örömbe szellem, amely mély depressziót okozott, sírógörcsöket és minden mást, mindaz, ami egy részeg ember megnyilvánulása megvolt benne. Évekig még szombat délelőtt sem tudtak elmenni kirándulni, mert szombat déli egy óra volt, mire végre járni tudott. Szombatonként annyira ki volt csavarva. És megnézte a diétás okokat, magas fehérjés, alacsony szénhidrátos étrendet tartott, minden olyan táplálkozási dolgot megcsinált, aminek segíteni kellett volna, de semmi nem segített. Minden szombaton ugyanaz, hasogató fejfájás, és nem tudott tisztán gondolkodni. Reggel van. Ismeritek? Tudjátok, mi volt az? A másnaposság és az előző éjszaka utáni reggel szelleme. A nő még sosem volt másnapos, de az apja igen, és ő elkapta. Miről beszélek? Van még sokkal több kiásnivaló a szabadulás kutyából, mint amit eddig találtunk. Indítsátok be a gőzlapátokat. Ne rohangáljatok itt fantáziaországban valami különös kinyilatkoztatásra vadászva, mert belegabajottok az ördög mély igazságába. Tudjátok, azt mondják, ó, ez egy mélyebb igazság. Nem tudom, képes vagy-e felfogni ezt, vagy sem, de úgy érzem, meg kell próbálnom megosztani néhányatokkal, akik elég érettek vagytok megérteni ezt a mély igazságot. Amikor ilyen felvezetőt hallasz, fuss, ne csak sétálj a legközelebbi kiárathoz, azt mondja, itt a kukás autó, és mindjárt rázúdítja az egész tömegre. Mert Isten minden igazsága, amit a Szent Szellem ihletése alatt tanítanak, a Szent Szellem tanító ereje által az egyszerűvé válik, könnyen érthető részekké, amelyeket a hívők meg tudnak érteni, és amikor később visszamennek a Bibliájukhoz, azt fogják mondani, ó, igen, ez az, meg ez, meg ez, meg ez, ó, igen, dicsőség Istennek. Majd újfent örülnek az egésznek, mert a bonyolult egyszerű lett. A titok megnyílt. Nos, a Szentírásban még mindig sok titok van, azért, mert nem vagyunk készek befogadni ezeket. Még fel sem használtuk a már meglévő egyszerű igazságokat, és most nem Armstrong úrról beszélek, ő nem ismerné fel a széntiszta igazságot, ha találkozna vele. A tiszta igazság az, hogy a pokolra jut, de ő ezt nem tudja, mert nem is hisz abban, hogy létezik. De halála után 5 másodperccel már tudni fogja, de akkor már késő lesz. Figyeljetek! Szükségünk van napjainkban arra, hogy belemenjünk a Szentírás egyszerű dolgaiba, erősen támaszkodtam ennek a fiatalembernek a bizonyságtételére, mert úgy éreztem, hogy ez egy módja annak, hogy felkeltsem a figyelmet, olyan jó felvázolta, hogy nem is tudtam volna jobban felkészülni. Folytathatnám még sokkal több információ van itt, egy másik hölgy bizonysága arról, hogy mik történtek, drámai változások az életében, azonnali változások, mert megszabadult az alkoholista mintáktól, amelyeket az ősapák bűnei közvetítettek. Egyrészt van egy fiatalember, aki tényleg belekeveredett az alkoholba, másrészt van valaki, aki nem volt benne, mégis áldozata lett az ősapák bűnei miatt. Mindkét módon megkaphatod, és általában mindkét irányból megkapod. És így, micsoda áldás, hogy Isten megnyitotta az ajtót, hogy szabaddá tegye az embereket. Felfogjátok? Most dolgozunk azon, hogy nyomtatott formában is megjelenhessen, hogy ki lehessen adni nagyon gyorsan, amint lehet, kiadunk belőle egy füzetet,
Mert van itt néhány dinamit információnk, és hiszem, hogy ez lesz a kulcs ahhoz, hogy emberek százait szabadítsuk meg, és hogy átörjünk néhány régi, kemény démont, amelyek nem akarnak elmozdulni, eltalálod őket, ők meg csak néznek rád, és azt mondják, nem, nem fogok kijönni. Komolyan veszik. Mert van egy olyan jogalapjuk, amit mi nem tudunk felfedezni, és hiszem, hogy Isten megteszi, amit újra mondott, kinyilatkoztat, megnyit a szabadulás kincses házából még több módot. És a dolgok, amiket Richard testvér tanít nekünk, még több fegyvert adnak a hadviseléshez. Na és ha nem hiszitek, hogy ezek a dolgok működnek, akkor gyertek el szombat este, és nézzétek meg, mi történik. Most hagyom őket ázni, és szombat este kinyitjuk a teáskanna fedelét, és hadd jöjjenek ki. Jó van, dicsőség az Úrnak.